Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Kendvesi Művelődési Házban, és hamarosan kezdődik egy gazdafórum, melynek vendége dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, és nagyon sok gazda érkezett Karcagról, környékről, tehát gondolom, hogy sokan várják, hogy milyen információt fog nekik elmondani. Egyfajta mérleget vonunk majd a mezőgazdaság elmúlt évéről, illetve az elmúlt 4 évről, hiszen a magyar mezőgazdaság egy talpraállási időszakon van túl, egy erősödési időszakként lehet jellemezni ezt a 4 évet, bár sok feladatunk, sok teendőnk van. Azért néhány szám sok mindent elárul, hiszen vegyünk egy fontos területet, a szarvasmarha ágazatot. 10%-kal nőtt a szarvasmarha állomány, a megtermelt tejmennyisége is, és ami nagyon fontos, 43%-kal szorítottuk vissza a tejimportot. Tehát ennyit tudtunk 1 év alatt visszaszerezni a hazai piacból. Hozzátartozik, hogy korábban 2012-ben is mintegy 33%-ot tudtunk visszaszerezni. Ez azért fontos, hogy amit megtermelünk, idehaza tudjuk eladni, és a magyar emberek magyar tejtermékekhez jutnak. Tehát látszik azt, hogy például ezt a nagyon fontos területet sikerült jó helyzetbe hozni, így az uniós kvóta rendszernek a megszűnése az remélhetőleg egy leküzdhető akadály lesz. De más területek, a szántóföldi növénytermesztés, a vízi szárnyas ágazat, a dinnye, illetve különösen a szőlő borágazat szép sikereket ért el az elmúlt néhány évben, elég a borkiválósági programra utalni. Felszabadítottuk a pálinka főzést, több 10 000 új munkahely létesült, és házias ízek, kézműves élelmiszerek visszakerültek a gazdapiacok és az üzletek kínálatába is. Tehát egy minőségi megújulás is jól látható. Ebbe az irányba szeretnénk tovább dolgozni, és örülök annak, hogy itt sokan vannak a gazdafórumon, hiszen az ilyen fórumokon elhangzottakból szoktunk dolgozni. Ilyenkor látjuk azt, hogy hol kell egy rendeletet módosítani, hol kell beavatkozni, mindig van valamilyen téma, és hol tudunk segítséget kérni a gazdáktól. Most a legfontosabb a magyar föld, az azt védő földtörvénynek a vállalása, illetve az, hogy álljunk ki a magyar érdekekért, ha kell Brüsszelben is, hiszen jól tudjuk, hogy több támadás is ért bennünket az elmúlt időszakban. Az osztrák agrárminiszter részéről látszik az, hogy az ellenzék egyes részei is Brüsszelben próbálnak segítségre találni, össze kell tartani a magyar gazdatársadalomnak, hiszen az agrárbéke, az, hogy a termeléssel tudunk foglalkozni, hogy komoly célokat értünk el, egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy összetartásban van az erő, ki kell tudni állni az érdekeinkért, csak úgy, mint az elmúlt 4 évben, most ebben a kritikus időszakban is. Hétfőn már beszámoltunk mi is arról, hogy az Orson elvitte az első 50 sertést, ami hónapok óta tartott ez az előkészítő munka, azt hiszem, hogy ez is egy jelentős lépés, hiszen ebben ön is segített. Ez a háztáji program, amely a Nagykunságban Karcai Központtal indul, ez egy fontos előrelépés, hogy visszahozzuk a disznótartást, ami korábban itt egy általánosan elterjedt kiegészítő jövedelmet biztosító munka volt. Hát egy pár hónap kell hozzá, ennyi kell, amíg megnő a disznó, amíg ugye vágás érett lesz. Ez is mutatja azt, hogy van kereslet a minőségi élelmiszer iránt, és az Ocean, ami egy kifejezetten jó minőségű árukkal foglalkozó kereskedőlánc, meglátta a lehetőséget. Jó az együttműködésünk a multi láncokkal, akár az UH-tej, az alma, illetve a dinnye forgalmazás mutatja, hogy ott is meg tudják vetni a lábukat a magyar termelők. Ez más országokban természetes, itt a szocialisták időszakában nem volt meg a segítség ahhoz, hogy a termelők bejussanak ezekbe az áruházakba. Együtt ez mindennapi kihívás és feladat is jelent, de hozzákezdtünk és folytatjuk. Jó munkát kívánunk ehhez! Köszönöm szépen! Túri Kovács Béla a vidékről és a vidék fejlesztéséről fog hamarosan előadást tartani Kenderesen. Melyek azok a legfontosabb pontok, amelyeket szeretnéd elmondani a jelenlévőknek? Mindenek előtt azt gondolom, hogy össze kell foglalni, hogy mit csináltunk az elmúlt 4 évben. És világossá kell tenni, hogy Magyarországon elindult egy olyan agrár- és vidékreform, amelynek a folytatására készülünk, ha a választók megbíznak bennünket a folytatással. Az az elképzelésünk, hogy az elkövetkezendő 4 évben a már megkezdett feladatokat részbe befejezzük, és azt gondolom, hogy az új feladatoknak is neki kell vágni. Nem utolsó sorban az egyik legfontosabb dolognak tartjuk, hogy induljon egy falu megtartó program.
Van egy nagyon jól induló tanyaprogram, ez egy fontos, ezt tovább kell fejleszteni, erősíteni kell, de kell egy falu megmaradási program is. Mire gondolok? Elsősorban arra, hogy a vidékfejlesztés alapja nyilvánvalóan az, hogy a legalapvetőbb infrastruktúrális lehetőségek, sőt az élethez szükséges lehetőségek meglegyenek. Orvos kell, iskola kell, és nem utolsó sorban úgy gondolom, munkahely kell. E tekintetben mi úgy gondoljuk, hogy az alapok le vannak rakva, de ennek a folytatásához nagyon jelentős összegek szükségesek. És miután a minisztérium az elmúlt 4 esztendőben egy kemény és nagyon jól vívott csatába az Európai Uniónál elérte, hogy Magyarország nem veszített, valamit még nyert is a támogatások területén, ezt az elkövetkezendő időben döntő részben munkahelyteremtésre kell majd felhasználni. A munkahelyteremtésnek az egyik alapja, a legfontosabb alapja a termőföld. Én azt gondolom, hogy elfogadtuk ebben a 4 esztendőben azt a törvényt, a földforgalmi törvényt, amely megvédi a magyar földet a külföldi fölvásárlással szembe, de amelynek a kiteljesítésére még szükség van, hogy a magyar emberek pedig élni tudjanak a földforgalmi törvényben is adott lehetőségekkel. Arra gondolok itt, hogy mi, akik a Fideszen belüli kisgazdák vagyunk, mi kifejezetten azért dolgoztunk eddig is a parlamentbe, reményeim szerint jó néhányan ezért fogunk dolgozni a választás után is, hogy elinduljon Magyarországon ismét egy olyan mozgalom, amely a kis és középbirtok megtartására irányul. Én nem látok más lehetőséget, csak egy önkéntes, tulajdonon alapuló és a kisebb birtokok számára garantált szövetkezési formát. Ezt a szövetkezési formát nem a termelésre kell elsősorban koncentrálni, hanem elsősorban úgy gondolom a felvásárlásra, az értékesítésre, magyarul a mostani nagyon-nagyon hiányos területekre. Összességében meggyőződésem, hogyha az emberek mérlegelik ezt a 4 évet, akkor reményeim szerint meg fogják adni nekünk a lehetőséget, hogy folytassunk, és ha folytatjuk, akkor mi teljes erővel a vidékért akarunk dolgozni. Itt biztos lesznek majd személyre szóló kérdések is, hiszen több településről vannak itt gazdák meg termelők. Én azt kell, hogy legyen hasznos a mai tanácskozásuk. Nagyon szépen köszönöm, igen, és nagyon kedves, hogy így gondolja.